Siófoki fejlesztések, téli rezsicsökkentés, felmondások. Sajtótájékoztatón értékelt a Fidesz frakció vezetője. Tilos a tűzgyújtás, rendkívüli sajtótájékoztatón figyelmeztettek a veszélyekre. Két uralkodónő küzdelmekkel életre a színpadon. Pénteken debütál a Csiki új előadása, a Stuart Mária. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Siófok két szabad strandjának fejlesztéséről, a Siófok 20-20 munkacsoport idei működéséről és feladatairól, valamint a téli rezsicsökkentésben ezidáig nem részesült háztartások egyszeri természetbeni juttatásáról és szállítási költségeinek átvállalásáról is döntött a siófoki képviselőtestület csütörtöki ülésén. Többek között erről és az önkormányzati hivatalban kialakult nagy fluktuációról tartott sajtótájékoztatót pénteken Szajc Adrián képviselő, a Fidesz siófoki frakció vezetője. 305 millió forintból újulhat meg Siófok két szabad strandja, amelyet még a szezon előtt átadnak. Az arany- és ezüstparti részen is saválló vízibejárók lesznek, ezen felül padokat, öltözőket, kabinokat alakítanak ki. Emellett épülnek strandröplabdapályák, illetve talajrendezés és burkolatcsere is történik majd. Tájékoztatott Szajc Adrián pénteki sajtótájékoztatóján. Azt gondolom, hogy a siófoki szabad strandok régen várt fejlesztése lehet ez az elkövetkezendő időben, hiszen a korábbi években ezekre a területekre komoly fejlesztési források sajnos nem tudtak kerülni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó irány Magyarország kormányzata által a Balaton desztináció kiemelése és kiemelt területté nyilvánítása, hiszen azóta, amióta a kormány kiemelten foglalkozik a Balaton régióval, mint desztináció, ezáltal a pénzforrások is jelentős mértékben tudnak érkezni, amelynek a települések is tudják élvezni a fejlesztésekben a következményét. A testületi ülésen emellett döntöttek a Siófok 20-20 munkacsoport megújulásáról is, amely 2016-ban indult útjára egy akkori testületi döntés eredményeként. Az elsődleges feladata akkor az egységes arculat, valamint a marketing és PR stratégia kidolgozása volt. A Siófok 20-20 munkacsoport azért újul meg, mert a PR és marketing cég gyakorlatilag most ki fog lépni a további munkálatokból, hiszen az ő feladatuk azzal véget ért, hogy összerakták a rendszert, lerakták a turizmusfejlesztési programot a helyi szakmai szervezetekkel közösen, és most már a végrehajtás tekintetében a helyi szakmai szervezetekre fogunk támaszkodni. A munkacsoport fő feladatai közé tartozik, hogy összefogja a város idegenforgalmi programjait, támogatási lehetőséget és egységes média megjelenést biztosítson az eseményeknek. A testület döntött arról is, hogy a téli rezsicsökkentésben részesülők és nem gázzal vagy távhővel fűtők egyszeri juttatásának szállítási költségét átvállalja. Ez 450 ezer forintot jelent. Szajc Adrián kérdést intézett testületi ülésen Lengyel Róbert polgármesterhez. Arra volt kíváncsi, hogy miért kellett külön egyeztetni a város jegyzőjével arról, hogy a hivatalból különböző osztályokról egyre többen távoznak. A polgármester úr válaszában arról tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az önkormányzati hivatal egyik osztályáról többen távoztak. Ez volt az indoka a jegyzővel való egyeztetésnek. Ennél több a közvéleményre nem tartozik, és hogyha további információkat kívánok erről az esetről, vagy erről a tárgyalásról megtudni, akkor zárt ajtók mögött ezeket meg tudom kapni. A képviselő sajtótájékoztatóján kiemelte, tudomása szerint több osztályról is távoztak dolgozók, nemrégiben a teljes főépítési iroda állt fel három fővel, és felmondtak a közgazdasági osztályról is és a városőrségről is. A miértekre egyelőre nem érkezett válasz. Több helyen szükség lenne orvosi rendelők felújítására, orvosi eszközök beszerzésére Somogyban. A Sonline által megkérdezettek jó lehetőséget látnak a Magyar Falu program kiírásaiban. Akad olyan önkormányzat is, mely biztosan pályázik majd. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint ezzel vonzóbb lehet a munka a településekre érkező házi orvosok előtt. A Tabi polgármester úgy véli, nem oldódik meg teljesen a betöltetlen praxisok problémája, más eszközökkel is segíteni kell a falvakban munkát vállaló szakembereket.
Két uralkodó, két eltérő karakter és jellem, Erzsébet királynő és Tuárt Mária gyűlölik egymást, sorsuk mégis összefonódik, hamarosan többet megtudhatnak a Csiki új darabjáról. Idén az elmúlt évekhez képest 80%-kal több pénzt kell összeadniuk a balatoni önkormányzatoknak szúnyoggyérítésre. A Balatoni Szövetség elnöke szerint csak így lesz meg az a 55-60 millió forintnyi forrás, amely 8000 hektáron 4 beavatkozáshoz kell. Balassa Balázs, az üdülő régió szúnyogírtását koordináló érdekképviselet elnöke kifejtette, 2016-tól a csípő szúnyogok gyérítésének gyakorlata gyökeresen megváltozott. Közvetlen költségvetési támogatás helyett ugyanis a nyári főszezonban az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság végezteti el a beavatkozást, míg a turisztikai elő- és utószezonban továbbra is a helyi önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség látja el a feladatot. Ma éjféltől tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az egész ország területére. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a kevés csapadék miatt túl szárazzá vált az aljnövényzet, így az könnyebben lángra kaphat. Somogyban eddig 176 alkalommal riasztották a tűzoltókat ilyen eset miatt. A további szabadtéri tűzesetek elkerülése érdekében ma rendkívüli sajtótájékoztatót is tartottak a Somogy megyei Katasztrófa Védelem és a SEFAG ZRT munkatársai. A mózsolható teljesen száraz, tehát hirtelen nagyon nagy sebességgel tud meggyulladni. Szinte szétporlik a száraz levél Szabó József kezében. A kevés téli csapadék miatt mindenhol ilyen az avar az országban. Nagyon száraz időszakon vagyunk túl, és valószínűleg ez a száraz időszak még tovább fog folytatódni. Nagyon nagy mennyiségű avar gyűlt fel az erdők talaján. Igazából a humifikálódási folyamat az nem indult el, nem játszódott le a kevés téli csapadék miatt, és ez a száraz avar, ez nagyon gyorsan el tud terjedni. A szárazság miatt ma éjféltől tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az egész országban. Az intézkedés a túraútvonalakat is érinti, ezért ezeken a területeken is tilos tüzet rakni. Hatalmas kárt okoz az, aki ezt nem tartja be, mondja Szabó József. Nem is feltétlenül magában a faállományban okoz kárt ez az avartűz, hanem lent a talaj felszínen élő különböző állat, illetve növényfajok életében okoz ez nagyon visszafordíthatatlan hatásokat. Somogy megyében eddig 176 szabadtéri tűzesethez riasztották a szakembereket. A további károk elkerülése miatt pénteken egy rendkívüli sajtótájékoztatót is tartottak az egyik Kaposvárhoz közeli erdős területen. Tilos az erdőterületeken, illetve annak 200 méteres körzetébe bármilyen módon, még az engedélyezett tűzrakóhelyeken is tüzet rakni. És arra szeretném felhívni figyelmet, hogy egyébként a kerti hulladéknak az égetéssel való megsemmisítése az generálisan tilos, csak azokon a területeken lehet belterületen, ahol az önkormányzat erre külön rendeletet hoz. Aki nem tartja be a tűzgyújtási tilalmat, azt akár 3 millió forintra is megbírságolhatják. 15%-kal többet költöttek tavaly gépekre a magyar gazdák, mint korábban, írja a Sonline. 2018-ban 175 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket. A somogyi termelők többsége pályázati forrással és kedvezményes hitellel újította meg erőparkját összesen 10 milliárd forintból. Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a Hírportálnak azt mondta, intenzív növekedésre van szükség az agráriumban, ez pedig fejlesztések nélkül lehetetlen elérni. A szakember szerint nem könnyű szakképzett dolgozót sem találni, főleg a kertészeti szektorban. Sokan emiatt is próbálják gépesíteni a gazdaságukat. Megjelentek az 1 millió forintos négyzetméter árak a Balaton déli partján. Az ingatlanbazár.hu arról ír, hogy ebben az évben is élénk lesz a kereslet. Az új építésű lakások iránt már most nagy az érdeklődés, pedig 20%-os áremelkedésre lehet számítani. Az is növeli a vételárat, hogy egyre kevesebb az eladható ingatlan, miközben az érdeklődés továbbra is erőteljes. A tavaszi egyre melegedő időjárás előcsalogatja az egyik emberre, állatra egyaránt veszélyes vérszívót, a kullancsot. A rovarok számos betegség hordozói, így fontos a velük szembeni időben történő védekezés. A szakemberek azt tanácsolják, oltassuk be magunkat, így elkerülhetjük a kullancs által terjesztett vírusos agyvelő és agyhártyagyulladást. Thank you.
helytelen kullancskivétel. A szakemberek azt tanácsolják, ha magunkban vagy házi kedvencünkben ilyen vérszívót találunk, akkor a fej részénél megfogva kissé megtekerve távolítsuk el. Ha beleszakítjuk a fejét, nem történik baj, az kilöki a szervezet, de sem bekenni, sem olajozni, sem semmiféle régi praktikát nem szabad alkalmazni, a kullancsot el kell távolítani, majd pedig figyelni érdemes a kullancscsípés helyét. Amennyiben a kullancscsípés helyén 5 cm-nél nagyobb bőrpír jelentkezik, akkor az már felveti a fertőződés gyanúját, ilyenkor a házi orvoshoz kell fordulni, aki antibiotikus kezelést ír elő, ami legalább 2 hétig tart. Ettől sokkal súlyosabb az ugyancsak kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás, amely nehezen vagy csak későn ismerhető fel, és akkor már nincs megfelelő kezelés. Éppen ezért megelőzésének legbiztosabb módja a védőoltás. 9 hónapos kortól ajánlott, gyakorlatilag 3 oltás szükséges első körben, 1 hónapos különbséggel, illetve 9-12 hónappal a második oltás után. A védettség így kialakul, azonban célszerű az ismétlő oltásokat is beadatni először 3, majd 5 évente. Nem csak az embereknél fontos azonban a megelőzés. A kisállattartóknak is fokozottan kell figyelniük ebben az időszakban kedvenceikre. Már csak azért is, mert az állatok a szőrükön behordhatják gazdáik otthonába a vérszívókat, így veszélyeztetve őket. Ma már sokféle cseppből, tablettából és nyakörvből válogathatunk kedvenceink megvédésére. A szakemberek szerint azonban rendkívül fontos, hogy megfelelő helyen vásároljunk ilyen készítményeket. Tehát arra szeretném elsősorban fölhívni a gazdik figyelmét, hogy ellenőrzött helyen, állatorvostól, állatgyógyszertárból vásároljanak ilyen készítményeket. A tudomány folyamatosan fejlődik, és mindig újabb és újabb hatóanyag jelennek meg, hiszen a régiek egy jó részére már rezisztencia van. Tehát ezért fontos az, hogy valóban hatékony készítményeket vásároljunk, amik láthatóan működni fognak az állatainkon, és így meg tudjuk védeni őket a fertőzésektől. A kullancsok a magukban hordozott vírusokkal veszélyesek emberre, állatra egyaránt. Így a szakemberek azt mondják, hogy a legfontosabb a megelőzés és a megfelelő védekezés a vérszívókkal szemben. Büszkeség, félelem, irigység, politika és 2 kiemelkedő női karakter, mindez Kéri Kitty új darabjában, a Stuart Máriában. Friedrich Schiller történelmi drámáját a rendező ezúttal a Csiki Gergely Színház színpadára és színészei reformálta. A mű Erzsébetet, Anglia királynőjét és Máriát, Skócia uralkodóját mutatja be, akik bár gyűlölik egymást, sorsuk mégis összefonódik. Véres tárgyalakja. Aki a sírboltból felszáll haragból, s aki nem végül meg velem soha, amíg benne teljes utal végzetem. Az 1500-as évek végén járunk, amikor Stuart Mária, Skócia királynője férje meggyilkolása után feleségül megy a gyilkoshoz, boldogsága azonban nem lesz teljes, kétségek gyötrik és úgy dönt, hogy a nép haragja elől elmenekülve Angliában keres menedéket. Erzsébet azonban fenyegető veszedelmet lát Máriában, akinek joga van az angol trónra. Vallásilag 2 részre szakadt az ország, és noha protestánsok voltak Erzsébet környezetében, meglehetősen erős tudott maradni a katolikus tábor is, és Mária jelenléte kezdett kiépíteni egy ő körüle épülő erős katolikus tábort. Innen ered a 2 főhős közötti konfliktus. Friedrich Schiller 5 felvonásos drámáját, a Stuart Máriát ezúttal a Csiki Gergely Színház színpadán láthatja a közönség. A Skócia királynőjét megszemélyesítő Nyári Szilvia magára formálta Mária karakterét. Változik a világ is, tehát én ma ugyanannyi idős vagyok, mint a hány évesen őt kivégezték. Ma sokkal energikusabb egy nő 45 évesen, mint volt akkor, hiszen más az életmód, amit élünk. De így ilyen módon ábrázolni őt nem izgalmas. Ezért én szerettem volna megmutatni azt az összes színét, azt az összes jellemvonását, amivel ő egészen addig rendelkezett, mielőtt bezárták volna őt. Stuart Mária 19 évig élt Erzsébet börtönében. A dráma Mária kivégzése előtti 3 napot öleli fel. A rendező Kéri Kitty azonban belecsempészte a lehetőségét annak, hogy a 2 nő története másképp alakuljon. Ettől még érdekesebb lesz a darab. Ő lehetőséget adott a darabjában arra, hogy ez a 2 személyiség találkozzon, és ez egy olyan finomságot enged meg nekünk, hogy amit a rendezőnk szeretett volna erősíteni, hogy akár ki is békülhettek volna. Ott volt a lehetőség rá, és nem csak levelezés volt, és küldöncök, és besúgók, és nem tudom én mi, hanem
hanem szemtől szembe elintézhették volna egymás között, de mindegyikben feljön a sérelem, és ezért elmennek egymás mellett. Hadd élvezze hosszan a béke égi áldását ez ország! A darabban George Talbotot alakító Eperjes Károly szerint az övé a leghálásabb szerep, de egyben nagy kihívást is jelent ez számára. Ő az egyedüli, szabad így mondanom, aki ebbe a politikai küzdelemben nem vérzik el, és megmarad embernek. Nagyon szép feladat. Igazi erkölcsi mércével él. A darabot a rendező az eredetihez képest egy minimalista díszletbe képzelte el, a kosztümök azonban a 16. századot tükrözik. Hiába telt el több, mint fél évezred a történelemben, a mű párhuzamba állítja a jelent és a múltat. Olyan örökérvényű igazságok, amik azóta nem változnak, hogy az ember amilyen az olyan, hogy a hatalom és a politika viszonya, hogy az államérdek vagy az igazság, hogy a nők szerepe, a nők és a férfiak viszonya, hogy egy kapcsolat hogyan megy rá. Egy hatalmi szerepre. A Stuart Mária két sorsot mutat be. Mária a börtönben, Erzsébet a trónon, mégis mindketten rabok. Siófoki fejlesztések, téli rezsicsökkentés, felmondások. Sajtótájékoztatón értékelt a Fidesz frakció vezetője. Tilos a tűzgyújtás, rendkívüli sajtótájékoztatón figyelmeztettek a veszélyekre. Két uralkodónő küzdelme kell életre a színpadon. Pénteken debütál a Csiki új előadása, a Stuart Mária. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. A hétvégén 20 fok feletti hőmérsékletre is számíthatunk, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. 7:30-kor sajtóklubbal várjuk Önöket. Én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra és szép estét!